Steiner Krisztián, az intézmény vezetője elmondta, a Tamási Tankerületi Központ és az iskola dolgozóival együttműködve nyújtották be a TOP pluszos pályázatot. Ennek eredményeképp 180 millió forint támogatást kaptak. Megújul az egész iskolaudvar, sportudvar, ami annál is inkább jó, mert intézményünkben hagyományosan emel szintű testnevelés folyik, így még jobbak lesznek a feltételek. Ez gyakorlatilag rekordtán futópályát eredményez, megújul teljes egészében a kosárlabdapálya, egy új röplabdapálya kerül kialakításra, a távolugró gödör sokkal modernebbé és újjá válik. Ezen kívül a játszótéri elemek is bővülnek, gyarapodnak. Interaktív, a 21. századnak megfelelő játszótéri játékokat helyeznek ki. Ezen felül az udvar világítását is korszerűsítik. A gyermekek biztonságáért térfigyelő kamerákat szereznek majd be. Hát természetesen az ilyenkor szokásos közbeszerzési eljárásokat le kell folytatni. Egészen pontos dátumot nem lehet mondani. Nagy valószínűséggel augusztus végén, szeptember hónapban kezdődnek el a munkálatok, és úgy gondolom, hogy néhány hónap elteltével a tanév második felére már biztos, hogy mindenki számára használható lesz, és az egy óriási előrelépés lesz mindenkinek. Nagyon fontos, hogy végig úgy gondolkodott a város, illetve a tankerület, hogy az iskolát használók véleményét folyamatosan kikérte. A pedagógusok javaslatokat tettek, hogy mit szeretnének, milyen elemekkel bővüljenek a sportudvarnak az elemei, és én azt gondolom, hogy maximálisan beépítésre kerültek ezek a javaslatok. Rekordtán burkolattal építik ki a futópályát, illetve a távolugráshoz szükséges területet. Az iskola két sportpályával rendelkezik, amelyek a strapabíró, vízelvezető, rugalmas és esztétikus öntött gumiburkolatot fogják megkapni.